Bandiék most csak azért csúfolodnak itt, mert kicsi a kukkerok, kuk, kukkerátorok, és bántották őket gyerekkorokba. Igen. Vagy valami családi problémája van, vagy valami ilyen, ilyen párkapcsolati probléma, mondjuk hát a fiatalon, nem tudom, de mindegy. Vagy kicsi a pöcörő. Igaza van Pistinek meg Janinak, hogy kicsi a pöcsünk, és bántottak minket. Hát ez elég. Füli. Ezért mondunk rosszat mi most. De az, ahogy a pistiék csinálják, nekik biztos minden rendben van, nekik nem kicsi a pucúlyok amúgy. Nem. nem, nekik óriási a... bélájuk Így van. Azon csodálkozok, hogy nem borítják fel ezt a Happy hour asztalt a mm. Igen, le van, szögelve, van úgy hallottam, tehát... Ja, direkt ja, ja. miatt leszögelték. Üdv! El oh, sziasztok délelőtti emberek, csetelők is. Sok jó fej mindenki. Bizonyám, Szerbuszok, emberek, én itt vagyok most, Bálnával együtt vagyunk mi itt. Nekünk jó, hogy itt vagyunk, nektek jó, hogy itt vagyunk mi most itt. <laughs> jó, hát igen, amúgy most besz beszélünk itt az ilyen időtálló dolgokról, de <laughs> meg azt, hogy tudod, mindnek mennyi a szavatosság ideje, mint <laughs> mondjuk itt a mémeknél. Viszont vannak, van olyan tudod, amikor csak így egyszerűen kivonnak valamitől a forgalomból, és hát nem tudom, megtörtént az Famine Maker Marcinak a csatornájával, mert úgy néz ki, hogy Marci letörölte a csatornáját, azt hiszem az Instagramját is, a Discordját is átnevezte, meg engem már egy jó ideje le is tiltott Facebookon. Komplett madness itt körbeért, vagy én nem tudom őszintén de engem konkrétan sokkolt ez tegnap, mert hogy még a Bunky ben is podcast előtt konkrétan néztünk egy ö, marci videót. Tőle a néztünk véleményt, igen. És hogy letörölte a csatornáját. Emlékszem arra, hogy amikor volt egyszer neki egy ilyen, hát nem tudom, már a sokadik ilyen mentál breakdownja, és abba hagyta megint, akkor volt egy ilyen Kommunitabos poszt, hogy le fogja törölni a csatornáját, de ez még mm -hmm. szerintem egy nem vagy két sem. éve is volt. Mm -hmm. És hogy aki akarja, az archiválja a videókat, meg mit tudom én, és végül úgy döntött, hogy mégsem törli. Látod, most nem volt ennek semmilyen előfut, hát előfutára volt, végülis már nem csinál semmit egy jó ideje, de mondhatjuk azt egyébként, hogy az ő tevékenysége egy ilyen, kicsit egy ilyen descend into madness kategória. Az, teljes mértékben. Hát ja. nem tudom, hogy a mi vezet ideig, mert mint hogy valaki tényleg törli a csatornáját. Nem az, hogy leprivátolja az összes videót, és akkor majd eldönti, hogy ezt mikor akarja újra közétenni, de ott tényleg nagyon sok minden volt, amit az emberek évről évre újra néztek. Most nem csak itt a Szűrajtira gondolok, vagy a, a szabias jelenséges videóra, vagy a Nosikás, akármire, de, de egy csomó építő jellegű vagy érdekes okfejtés például, amikor ugye nem sok ember számára izgalmas, de mégis jó videók voltak szerintem, amikor utána nézett bizonyos régebben megtörtént eseményeknek, innetes dolgoknak, és azokat tárta fel, vagy azokról beszélt. Voltak ugye azok a videói, amikor különböző ilyen, hát ilyen kihívásokat csinált, vagy elment helyekre, bemutatott életeket, szemetet szedett meg. Meg egy csomó olyan dolog, ami szerintem jó, hogy ott volt a, a YouTube-on, és most ugye ezek ezek is ő, törlődtek ezáltal. Nyilván azt mondhatjuk, hogy mi jó régóta nem hallottunk róla semmi, ö, semmi konkrétumot. De szerintem az Lassan egy éve. De az, hogy igen, meg. de az, hogy idáig eljutott ez, minimum annyit jelent, hogy ő nem fog visszanézni ide most egy jó darabig. Hát most nem hát még nekem volt egy ilyen, ilyen ö gondolatom, a te nap pont este beszéltek ezt flex hogy tudod, hogy média hack, tudod? Hmm. Most akkor majd egy új ilyen alteragon keresztül fogja beoltani a mindenkit, akár így minket is, meg mit tudom én. Na, csak már nem tudom, már annyira... Nem tudom, hogy az emberek mennyire néznék azt, hogyha mondjuk Marci visszajön. Szerintem olyan sokszor eljátszotta már a nézőknek a bizalmát ezzel, mert hogy annyira ilyen mega öncélűen csináltatod ezt az egészet, tehát hogy úgy, hogy sokat nem adott vissza, úgymond az embereknek nem. szerintem, hanem csak azért, hogy jó, hát csinálom, akkor nézetek, bazd meg, vagy ne nézetek, leszarom. És akkor így, amikor ő neki nem volt kedve csinálni, ezt akkor nem csinálta, amikor meg volt, akkor meg szerintem már túl sokat is csinálta talán. Nem tudom, hogy még egyszer tudna neki bizalmat szavazni amúgy neki az emberek. Hát szerintem, szerintem sokan nem is így fognák föl, hogy most akkor én mit gondoljak erre, hanem most itt van, és most nézem, ami lehet. Mert hogy, mert hogy régen szerettem, vagy érdekelt, vagy okosakat mondod, vagy nyilván van egyfajta ilyen kor közönség, aki teljesen mindegy, hogy milyen csomagolásban, de, de a Marci szívesen látná, akármit is mond, sokan ugye az előadásaira is úgy, úgy mentek el, hogy oké, okay, bármit csinál, én ezt támogatni fogom, és volt is olyan előadása, amikor konkrétan szinte bármit csinált, és nem hiszem, hogy Objektíven nézve érdekes volt, de, de azt is sokan támogatták. Én azt gondolom, hogy most az, hogy letörölt a csatornáját, ezzel egy ilyen, talán egy ilyen jelzést adott, hogy most ne várjatok vissza. Most nem fog uh -huh. már századszorra izé return és akkor megint megy a minden nap upload, vagy nem tudom, live, vagy akármi. Szóval én, én, most, én most erre számítok, hogy most. Én nem hiszem, hogy visszajön más néven, mert nem, nem tudom, mi értelme lenne. Hát nem tudom, tehát nyilván volt, <coughs> hogy mondjam, milyen pozitív Ö, része az ő tevékenységének szerintem, tehát ez elvitathatatlan, az, hogy milyen problémákat tárt ő fel, vagy bármi ilyesmi. De sokszor tudod így visszagondolva, én már kicsit azt gondolom, hogy, hogy ő is nyilván valamilyen szélsőséget képviselt a saját, úgymond ilyen véleményével, mint ahogy én is mondjuk régebben az ilyen rend dolgokkal. És hogy annyira furcsa volt például az, most így utólag így belegondolni, hogy ugye ő ott kezdte, ahol mondjuk az anfield meg ezek, tudod? Mm, Tehát, mm, hogy egy, 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 ilyen közeg voltak, és aztán egyik pillanatra a másikra, meg úgymond relatíve itt de ellenük fordult. Miközben pont azért, mert hogy neki voltam ugye erre rálátása, szerintem ő még jobban ismerhette volna azt, hogy nem feltétlenül mondjuk a videósok, a hibásak mondjuk egy-egy zéné, mert a cringe erre jövünk rá egy csomószor, tudod, hogy egy csomó ember geci naív, és amúgy fogalma nincsen a dolgokról, és úgy ráncigálják őket mondjuk a szponzorok, meg a Nagyobb emberek, ahogy akarják őket. Aztán valahogy kópolnak ezzel, vagy, vagy, vagy nem tudom, vagy kilépnek belőle, vagy nem lépnek ki belőle. Hmm. De szerintem nem minden esetben lehet mondjuk démonizálni a videósokat. Kivéve, hogyha ilyenekről van szó, mint például Andosika. És hát nyilván hát az, az, az egészet egyértelmű. is ugye, ő, ő durrantotta fel, nyilván manin kezdte el még Andó azt feltárni, de annak nem lett akkor a visszhangja, és Marci tudta közelebb hozni az emberekhez azt az egész témát. Szóval van egy csomó olyan dolog, amit nyilván neki, úgymond, köszönhetünk, meg köszönhet esetleg a platform. De mellette azért még <coughs> vannak nem feltétlenül pozitív dolgok is. Sok sikert kívánunk neki a életben. Igen, továbbiakban. Találja, találja meg saját magát. Így van. Na, viszont most, ma hoztunk nektek egy érdekes témát, Molnár Dorotya celebrálásával, ami nem más, mint a szex igazságok, és mi ez? Do mi, mi a harmadik igazságok. Mi? Mondjátok már a címet, Cset. Valami, mikor igazi harca, vagy mi most kapcsolatok? Szóval ed, ez következik Kovács Ilonától. Jaj, ja. Minden egyes amit készítek, Próbálom a tökéletesen Igazából tök jó, mert ezek rövid videók, és mi nagyon sokat beszélünk. Szerintem másodperceként megállítjuk általában a videókat. Úgyhogy ja. most most akkor nem kell attól rettegnünk, hogy órákig itt fogunk ülni. Mi, mi annyit tudunk uh, Dorottyától, hogy a hölgy valamiféle spirituális szexológus, aki saját állítása szerint át tudja kapcsolni az agyát férfi üzemmódba. Úgyhogy az első videó, amit meg fog nézni tőle, az a multidimensionális szerelemről szól. <laughs> Jaj. Let's go. Az ilyenek nekünk való dolgok, tudjátok, jól? Jó. Úgyhogy akkor lessük meg. Szellemekkel basszik, Sziasztok, igen. én Kovács Luna vagyok, és ez itt az Igazságok Szex Kapcsolatok YouTube csatornája. Mindenkit üdvözlök, szeretet. Tetszik ez a sok grain, ilyen film grain, mm -hmm. de csak a pólóján de nyilván ebben nem fogunk itt most belekötni, mert a, a... De belekötöttél már. Jaj, valaha. bazd meg! rossz a minőség a videónak, nekem ez nem de tetszik. Már belekötött, de nyilván ebben nem erre fogunk belekötni. Csinálod itt a izéket, bazd meg. Oh, annyira, annyira csúnyák a fogai, de, de most nem akarok belekötni. Bassza, nem azt, nem személyes, hogy azt mondom, hogy, hogy, izé, hogy nem, nem bír felkapcsolni még egy villanyt a kis szobába, az, az már lehet, hogy problémát. Ezzel De... azt mondod, hogy hülye, te az akkor személyeskedtél, bánácskám. Ez mi van? Bánóka. Ma elhoztam azt a témát, amelyre azért elég sokan szavaztatok, hogy... Remélem, nem Insta kellett szavazni. De, biztos, hogy... lehet, hogy van valamilyen külön ilyen Spiri Insta, nem? És akkor oda rakta ki ezt amúgy. Spiri Insta. Ja. Ha? A Spinstagram. Jó, nézzük. Igen. Milyen a multidimensionális szerelem? Beszéltem jó néhány videóban a szerelemről, annak mindenféle csínyáról, bínyáról. Sorozatom van arról, hogy hogyan is... Kérdezem, hogy jobban el tudnám képzelni, hogy mondjuk ilyen báb tartam, ugye ezzel az előadásmód, ezzel a retorikával, nem? Csínyáról, bínyáról. Igen. Sok ja, ami lehet, még az a... is meg fog történni. És kiszállt a Napisten, és meglátogatta Révész Jánost. De ahogy egész jó hangja van, szinkron színésznek simán elmenne ja. szerintem. Ja. Jó hallgatni. De mégis most egy úgy fogom nektek ezt elmondani, amely amely nagyon magas szintű, ugye, multidimenzionális szerelem. Na tisztázzuk, hogy mi az, hogy szerelem. Jó, tehát szer és elem. Aha, ez ilyen alekoszos izé, breakdown lesz. Megérkeztünk az meg. És hozzá ez a nagyon komoly tekint. Szóval tisztázzuk, hogy mi ez. Szer és elem. És akkor azt. na jó, lehet, hogy nem nyelvtani lebontás hogy hanem ilyen etimológia, vagy, vagy nem tudom, lingvisztikai, lehet, lehet. De már most érzem, hogy valami baj van. Ravart érzek az erőben. Tehát valamilyen szer befolyásolja azt az érzést, azt a biokémiai érzést, azt a biokémiai folyamatot. De valójában maga a szerelemnek nevezett jelenség az egy borzasztó, alacsony, rezgés szinten zajló történések. Az Ó, Isten fasza. De tűnt, az a durva ebbe a dologban, hogy ugye nyilván itt a táltasoknál is, amikor nyomják tőled ezt, hogy itt megfejtik, hogy mondjuk a lovarda, hogy lovarda, da, da, na, Daniel, da, hmm. Dánok, és hmm. akkor tudod, hogy tovább mennek, hogy igen. ezeknek is csak a magyar nyelvben van értelme. Hogyha már lefordítod más nyelvre, akkor, akkor ne, ne, mert nyilván angolul Le a szó. szerelem az love, érted? Mm, igen. És a LO meg a VE az önmagában kurvára nem jelent semmit. <laughs> Hát ez nem is conteo szerintem, ez csak szimplán, ez a sarlatánkodás, amikor egy az egyben megvezesz valakit a saját, és egyébként nem tudom, hogy ez mennyire számító magatartás az ő részéről, hogy megvezesse másokat, vagy, 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 vagy van, aki tényleg szalajtottak, tudod, hogy, uh -huh. hogy ő így, őt így nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről. Tehát privátban is azt mondja, hogy igen, az, az így akkor is emiatt van. A bálna, az a bálna, igen. Tehát a, a bá, hmm. az abál szóból van, és a na ne szóból van a bálna bána érve. Pontosan. Így van. A dugás. Az az abál, abál szóból, <laughs> <laughs> van. abálnak téged? Igen. Igen. Abálnak, és Ma. na ne. Na ne, ne csinálják ezt vele Igaz? Ebből... Ne abáljanak téged, ez a bálna így Na van. ne, ne abálna. Ennyi, Enken. ennyi, ennyi. Épp, így van, így van. Hát Igen. igazából levezettük ezt is, tök jó. Aha. Miért? Mert Olyankor csak az állati ösztönök működnek. Azért működnek az állati ösztönök, hiszen látunk egy külsőt, az megtetszik, feltámad a szexualitás, a bujaság, esetleg akarunk szaporodni, esetleg nem, aztán majd lesz, ami lesz abból a kapcsolatból. Jó, nem mondom, hogy nem lehetnek hosszú távú kapcsolatok, de ma már, ma már azért zűrök, zavarok vannak. Na és akkor, ugye. E tudod, amúgy erre az egészre annyira furcsa, tudod, hogy mm. most te megfejti ezt az egészet, hogy ő, ahogy a állati szinten rezgünk. <laughs> tudom, hogy hogyan fejezte ki magát őszintén, é. mert ezt már én sem tudom befogadni, bazd meg, hogy így, hogy maga a szerelem az egy ilyen nagyon egyszerű dolog, meglátsz valakit, elindulnak benned biológiai folyamatok, és meg akarod dugni, vagy sem, és akkor van egy ilyen igen nemes tudod, ilyen mm -hmm. kód elindul a fejedben. Viszont, hogyha már nézzük csak maga ezt az egész gender dolgot, meg maga az identitás, meg a szexuális orientációt, akkor ez már megcáfolja ezt az egész dolgot. Mm -hmm. Mert vannak olyan emberek, akik meg ugye nem vonzódnak senkihez, vagy mm. azt mondják, Magukról, hogy nem vonzódnak senkihez például. Őket hova lehet akkor besorolni? Hát azokról ők nem már, beszélünk. teljesen más ilyen Azok az deviánsok. Szerint Szerinted mondnak. ő mit gondolhat ezekről? Persze, hát az nem normális. Csak a normális a lényeges, az a fontos. Azokat kell, azt kell beszélni, itt abból van biznisz. Tehát nem tudom, a, egyébként ennek utána kell néznünk, hogy Kovács Irona tehát ő, ő mit ő árul, van. igen, tehát hogy ő mit árul, vagy mivel kereskedik, hogy egyébként oda próbálja -e csatornázni forgalmat, hogy ott nem tudom, tarokkártyából olvas jóslatokat, vagy ilyesmi. Vagy egyébként ez csak tényleg önszántából, miután hazaér a munkából, ezt így, így nyomja a telefonjába, és aztán feltölti a YouTube-ra, megtalált az upload gombot. Miért akarja valaki megfejteni ezt úgy, hogy nem tudományos alapokra teszi, hanem ilyen, most ez spirituális? Azért, mert olyasmiket mond, ami nem bizonyított? Vagy ez, ez, nem is tudom, minek, minek minősül. Minden esetről nagyon magyaráz erről. Szerintem sok, sok ember úgy van ezzel, hogy így szeretném állni, ezért úgy, ugye is hiszem, félig uh -huh, meddig ezeken. De nem tudom, hogy ez nem, tehát nem látok benne olyan nagyon kártékony uh, hajlamot, hogy ő most valamit itt rombolni szeretne, csak kíváncsiak, hogy hova visz ki ez az egész. Hát meg nyilván ugye a saját ilyen, ilyen szubközegében azok az emberekhez ér el, akik alapból hisznek ezekben a baromságokban, és így befogadják ezeket a dolgokat. Hogyha ez nem jut el mondjuk szélesebb közös, közönséghez, meg ezzel nem lehet hülyíteni embereket, az nyilván amúgy tök jó. De hát valószínűleg ezért is van itt a terítéken, mert hogy nekünk ez amúgy csak vicci színpán. Tehát most nem tudom, hogy annyira lehetne mondani azt, hogy na hát ez most káros, vagy valami. Szerintem nem, nem az, csak egy hülyeség. Igen, butaság. ez. Ez a állati ösztön. És amíg az emberiség ti mindannyian nem tudjátok ezt felülmúlni, tehát az állati ösztönökből feljebb emelkedni mentálisan, lelkileg, spirituálisan, rezgés szintre, addig ezen az De a spirituálisan, -e meg a lelkileg, amúgy az nem ilyen szín a némák egymásra. Szerintem nem, biztos az, hogy két külön dolog az ő olvasatában. Lehet, de nekem én, én, én szinonimákként gondolok amúgy rájuk, a spirituálisan meg a lelkileg. Most azt nem tudom, hogy most itt ö... most mit akar ezzel mondani? Most mit tanulunk ebből? Tehát, hogy, mi, hogy aki ösztönös szinten éli meg a szerelmet, az... Az, az nem tud multidimensionálisan szerelmet. Aha, mert hogy az a multidimensionális, hogy, hogy, hogy több szinten van az, hogy tehát van a testi meg a lelki, ennyi. Húha, mm. hát ez nagyon durva. Ettől én ez most ez ilyen dobok egy hátast. Hát furi. Hát furi. nagyon magas szintű nevezzük szerelemnek, bár én nekem például jobban tetszik az a szó, hogy egyesülés, egyévállás, mondjuk, vagy megtalálod. Na melyik szó? mert mindegy. ő is úgy fejezi ki magát. Egyébként, bocs, hogy itt megállítom. Csak egy gondolat, hogy amikor kisebb voltam, mondjuk tizenéves, akkor amikor hallottam a felnőtteket beszélni, akkor mindig rácsodálkoztam, akárki, tévében tévébe is a, nem tudom, a betelefonáló, hogy wow, hogy milyen összeszedettem beszélni, hogy el tudják mondani, amit gondolnak. Most, egy 30 pluszos fejjel, szinte, nem tudom, a megszólalók, médiában megszólalók 90 án azt látom, hogy masszívli struggling megy. Tehát, hogy olyan szinten nehezen tudják magukat kifejezni, vagy így nem találják meg a, a, a gondolatuknak az elejét, meg a végét. Nekem volt ez, amikor így még korábban elkezdtem <kül> amúgy streamelni, még, még amikor szerintem elkezdtem a videózást, mm. hogy az volt, ott volt az, hogy annyira nehezen tudtam egy-egy gondolatot így átadni az embereknek, de azóta már nyilván azért, mert hogy többször is csináltam, azt gondolom, hogy most is belefutok amúgy ilyenekbe, mm. de már azért jóval kevesebbet fordul elő amúgy az ilyen. De nyilván, hogyha mondjuk te ezzel foglalkozol, vagy csinálod, tehát hogy ez nem egy skriptelt videó, meg neked erről talán nem csak sejtéseid lehetnek, hanem előre ilyen betanult, vagy előre leírt dolgaid jó formán. Hát, szóval, hogy nem tudom, mennyire szabadosan kell venni ezt, például, hogy milyen az a multidimensionális szerelem. De figyelj, minél határozottabban, minél kevésbé mellébeszélően hallna, annál meggyőzőbb lenne. Tehát annál inkább tudna követőket gyűjteni az ő. Tudom, <sínt> szektájába vagy bármibe. Tehát, <laughs> hogy minél határozottabban nyomná ezt ki magából. De Igen. itt, amikor ilyen ilyen, ez a himi-humi, vagy ez az ilyen kicsit mellébeszélős vonal megy, így annyira nem meggyőző. Ez nem lesz meggyőző sok ember számára. Hát nyilván Orbánnak is ezért van ilyen sok híve, mert kurva ügyesen tudja felolvasni a papírról hmm. azt a sok blödséget, amit Lapról szokott... is nagyon okos ő. Igen. Igen. Van. Ügyes ő nagyon. Azt? akivel ténylegesen dolgod van, akivel ténylegesen odafönt minden. Off topic, de annyira el tudnám képzelni azt, hogy Orbán Viktor tudod, ilyen teljesen komolyan így olvassa fel a lapról azt, hogy a pisi a golyókban van. Ezt mind tudjuk, de a baloldal eltitkolja ezt előlünk. Jó, Én annyira jó lenne, hogy meggyőzni Orbán, Akkor a troll lenne Orbán, hogy meggyőzni az embereket arról, hogy a pisi a golyókban van. Nem állunk messze ettől, nem állunk messze ettől. <laughs> Hogy kurvára nem. <laughs> ja. Apropó, minden kapcsolat karmikus, jó? Tehát akár egy rövid, akár egy hosszabb, az egy szakás kalandokat én nem tartom karmikusnak, de hogyha ha csak egy ilyen zűrzavaros kapcsolatod van, vagy ilyen állati szintű kapcsolataid vannak, azok is karmikusak, vagy épp most, a mostani új életedben gyártod a következő új karmát. Nagyon, nagyon... Úr, Istenem, annyira Jó. szarok ezekben az. Ilyen lehet bejönni egy jósnőhöz, nem? Hogy így egy csomó olyan dolgot mondom, hogy nem tudsz mit kezdeni. Most akkor ezzel én milyen tötúrót csináljak? Hogy megtudtam valamit, ami nem jelent semmit, vagy nem ad semmit számomra. Hát meg ilyen ezred vége egy bizonyos információ tömegnek amúgy, vagy információ ilyen halmaznak, és akkor így beúsztatod ilyeneket, hogy minden kapcsolat karmikus, de hát arról is már hogy kellene valamit tudnunk, hogy mi az a karmikus kapcsolat. Gondolom, biztos van -e erről. Hogy is milyen is, egy optimális van? karmikus kapcsolat. Hogy milyen a ying yang ezekben meg. Tovább bontani. Ki. Tehát amiből látnám azt, hogy ő tájékozott ebben a témában, és tud nekem újat mondani. Az én hiányosságaimat ki tudja tölteni. Hát ezt még nem éreztem azt mondja Bajszos Józsi, Józsi, hogy bandiék most csak azért csúfolodnak itt, mert kicsi a kuk, mit és bántották őket gyerekkorukba. Igen! Vagy valami családi problémája van, vagy valami ilyen, ilyen párkapcsolati probléma, mondjuk hát a fiatalon, nem tudom, de mindegy. Vagy kicsi a pöcörő. Igaza van Pistinek meg Janinak, hogy kicsi a pöcsünk, és bántottak minket. Hát ez elég füli. Ezért mondunk rosszat mi most. De az, hogy a pistiék csinálják, nekik biztos minden rendben van. Nekik nem kicsi a pucúlyok amúgy. Nem. Nem. Nekik óriási bélájuk így van. van. Azon csodálkozok, hogy nem barítják fel ezt a happy hour-os asztalt a hmm. Igen, le van szögelve, van. úgy hallottam, tehát ja, direkt amiatt ja, ja. leszögelték. magas szerelemnél mindannyian tudjátok, hogy az körülbelül milyen lehet, ugye? Látsz egy gyönyörű nőt egy igen érdekes férfival az oldalán. Vagy pont fordítva, nagyon helyes, nagyon jó kiállás, jó vagású pasi, igen, csak kis csúnyácskával. Vagy egy nagyon kövér a soványa. Vagy a fekete a fehér. Jaj! <coughs> oh, jaj, jaj, jaj! Biztos akartad ezt mondani? <laughs> Amik, tudod, természetüknél fogva nem illenek össze. Igen, egy végér, meg egy fehér. <laughs> ez olyan, mint egy zsidó, meg egy cigár. <laughs> Úristen, nagyokat Na, De ott egy nagy xd-t ránk. Szerintem egyszerű nyelvezete van ennek, és egyszerű ö, ember tapasztalataiból, vagy nem tudom, tudásából jön ez. Nem olyan jól kifejezve. Rasszizmusra érkeztél, hagyjuk, nem kell ezt ráolvasni, nem hiszem, hogy, hogy ebből ez most kiderülne, de lényegtelen. De, de egyik úgy, mintha ez most nem, ez a példa így nem jött volna. A székben ülő nő egy gyönyörű pasival. Erős. Vagy pont fordítva. Ugye? És csodálkozik a világ. Most én nem, nem az aranyásokra gondolok, hogy 20 éves és a, a, a milliárdos nő a párja, vagy a férfi. Nem, 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 nem. Nehogy itt félreértésesség. Vagy ugye a kicsi, a nagy, stb. És nem biztos, hogy azok a kapcsolatok is nagyon hosszú távúak, hiszen a terv szerint fognak azok is működni. Csak ott már nem állati szintből, nem alacsony rezgésből jönnek létre ezek a egymásra találások, ezek a szinte egyé válások, hiszen ők már olyan magas eh, rezgés szinten vannak, élnek, mozognak, léteznek, hogy ott nem számít, hogy milyen a feneked, a cicid, a szemeid, a kezed, az autód, a házad, a pénztárcád, akármid, hanem ott a lélek ismeri fel a másik lelket. Nem a test a másik testet, uh -huh. és nem a bujaság, a másik bujaság. Még egyszer, a lélek ismeri fel a másik fejlett lelket. Szerintem csak elmagyarázta, hogy nem azoknak, akik teljesen tudatlanak, hogy létezik olyan szerelem, vagy létezik olyan emberi kapcsolat, ami nem csak a fizikai szex fogalmát meríti ki, nem? És akkor ezek, ezek a multidimensionális szerelem? Tehát, hogy hát van sz... olyan kapcsolat, ami mélyebb attól, mint hogy megbaszlak téged most? Igen. Azért ez az durva? Igen. magasabb a egész számom. Pörögtök, el. és akkor ti nem csak baszni ne akartok, hanem így néha beszélgettek is. Az, azért mondjuk durva. Én a, nem is hiszem, hogy van szem, ilyen. Szem, Szerintem sincs ilyen. ilyen. Most valaki beszél. Hagyjuk már. De nem is kell érteni. Ráadásul el, egy nővel? rossz Újpansz nő meg. Az csak azért van, hogy meg az, hogy konyha. Bro. Tehát én, én, valami nagyobb volumenű dologra számítottam, de nem, csak megtudtuk, hogy amit eddig is tudtunk. Viszont más témákhoz is hozzászól Ilona, Például van egy ilyen videó, hogy hogyan nevelj, kezelj egy férfit. Ebbe fogunk most mi belenézni. Én Kovács Szia. Ilona vagyok, Szia, és Ilona. ez itt az Igazságok Szex Kapcsolatok YouTube csatornája. Fölgyeim, ma nektek készültem, mi szerint hogyan nevelj, kezelj egy férfit. A feladat nem olyan könnyű, de hát mi könnyű, semmi nem könnyű. És... egy púzni elég könnyű, szerintem. Szerintem sem annyira nehéz. Wow. Kivéve, hogy a segjük nélkül születsz, akkor valószínűleg nehéz. Igen, be. vagy ha bevarják, akkor nagyon rossz. Mm, akkor biztos nehezebb púzni. De vannak itt mm. másó videók is. Miért szeretik a férfiak az örömlányokat? Mikor lesz már közepes a szexuális intelligencia? Lehetséges, hogy itt egyébként ilyen nagy élettapasztalatok vannak megosztva, csak mi nevetünk rajta. De majd mindjárt kiderül. Mindjárt kiderül. Mm. Sem a férfiak, férfiak főleg, és a nők sem igazán fejlődtek az elmúlt néhány évtized, vagy akár évszázad alatt. A férfiakat azt mondják, hogy hát őket nem lehet megnevelni, nem lehet őket kezelni, és nem figyelnek semmire, és itt tovább. Ez nem igaz, ez egyáltalán nem igaz. Egy okos nő, egy valóban okos nő, igenis, hogy képes erre. Na de hogyan? Ugye? Na most... Van-e szükség arra amúgy, hogy megneveljük a másikat? Én, én most itt leszek a, nem tudom, a, a rossz ember, és akkor azt mondom, hogy szerintem nincs amúgy, tehát nyilván egy kapcsolatban nincs szükség arra, hogy megneveld a másikat. ha erre van szükség, akkor az már valószínűleg nem gondolom túlzottan jónak, hogy a kapcsolatban hogy nevelgetitek itt egymást. Hát, fenet úgy. Szerintem vannak olyan helyzetek, amikor igenis szükséges. Például, hogyha mondjuk a párod egy más kultúrából származik, mondjuk nem tudom, indiai, és te elviszed, nem tudom, a... Tudom én, Tolna, vagy Zala, vagy Somogy megyében a nagymamádhoz, ott azért úgy ki kell okítanod, hogy ott mit csináljon, mit ne csináljon, ne nyúljon bele kézzel az a levesbe meg, tudod? Hát jó, rendben, de azt szerintem én nem tudom, hogy mennyire lehet azt még nevelésnek nevezni, az hogy felvilágosítod arról, hogy a, van köztetek amúgy kulturális Van különbség. különbség? A nevelés hát... meg a tanítás között? Szerintem van, igen. Tehát, hát akkor... hogy a nevelés az az, hogy egy olyan dolgot akarsz szerintem valakire, úgymond erőltetni, ami, ami neked nem tetszik, mondjuk benne. Például, hogy olyan dolgot akarsz kivenni belőle, ami neked nem tetszik. Ja, értem. Nevelés, ez így Én, így így én úgy van. gondolom, hogy inkább, mint egy pedagógus, hogy. hogy is felzárkóztatod magadhoz, vagy micsoda? Hát me megmutatod azt, hogy. hogy, hogy tehát Átadsz valamilyen tudást, és elvárod azt, hogy valaki reprodukálni tudja azt a tudást. Uh -huh. Szerinte én a nevelést azt így látom, hogy így fogom meg, hogyha én mit tudom én, tehát az például nem nevelés, hogy megmutatom neked, hogy hogy kell fogni a, az ásót, de az igen, hogy hogyan ö, ülj az asztalnál, hogy mások ne gondolják rólad azt, hogy, ö, hogy nem tudom, tiszteletlen vagy. Igen, igen, de mondjuk ez nem akkor, <laughs> hogy mondjam, akkor fontos, hogyha, hogyha a... A másik ember is mondjuk, a másik embert esetleg zavarja ez a dolog, Ma, csak la, ő nem tud Jó elmondani, példát elmondani, mondok. Nem? Például a Andi biztos, hogy neveli a lölőt, hogy képes legyen egy nem tudom, módos, ilyen felső tízezres társaságban nem tudom, én, parasztként viselkedni. Szerintem az egy nevelési ilyen görbe. Általában csak, hogy mondjuk egy ilyen átlag kapcsolatban hogyan tudod ezt behelyezni De itt minden ilyen. általánosítás, ez egy megint egy olyan csatorna, ahol csak általánosítások mennek, hogy a férfiakat neveljük. Hát figyelj, által... egy átlagos kapcsolatban úgy gondolom, hogy fogalmazhatunk úgy, hogy nevejük a másikat abba az irányba, ami számunkra ö, optimális vagy ideális. Hogy például van olyan dolog, amit mi rohadtul nem szeretünk. Például az, hogy mindig rendetlenség van, és uh -huh. folyamatosan elmondjuk, hogy szeretném, hogyha nem dobálnád a szobába szana szét a szarjaidat, hanem ide raknád. És egy idő után látod, hogy van fejlődés, és akkor az most lehet egy lehetséges, hogy ez valamilyen nevelés, valamilyen tanítás, valamilyen ennek az eredménye. Vagy mert te azt mondtad, hogy igazából nem kell ilyet, mert mindenki csinálja azt, amit megszokott, vagy nem szegel a másikat. De talán, de ahogy mondjam, szerintem azért gondolom ezt megint egy kicsit másnak, amit mondjuk az előbb felhoztál, hogy ezzel a rendetlenséggel. Ma ugye ezek nyilván ilyen, hogy mondjam, hogyha most valahol nem találkozik a ti igényeitek az, hogy ti hogyan éltek együtt, akkor valamilyen kompromisszumot kell, ami egy kapcsolatban meg kötelező az, hogy valamilyen kompromisszumra jussatok igazából. Uh -huh. De az, hogyha a másik nem látja ezzel a problémát, nem tudtuk erről beszélni, akkor szerintem ennek a nevelés részének sincsen kifejezetten sok értelme. Nincs, nincs. Mert nincs. hogy ez csak egy ilyen tanult dolog lesz, és lehet, hogy idővel belátja ezt a dolgot, de hogyha önmagában nem látja ezzel a problémát, hogy ne basszét, bazd meg a ruháidat, akkor már azzal van inkább a probléma. Szóval én, 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 én ezt a nevelés dolgot én annyira nem. Én, nem. én azt mondom, hogy inkább ne, ne legyen ilyen, hogy nevelés. Beszélgetni ezekről lehet, de maga így, hogy hogyan nevelje egy férfi, szerintem ez eléggé ilyen, hát nem tudom, alacsint, vagy rossz. De hangzik jól egyáltalán. Én csak abba gondoltam bele, hogyha, hogyha a szónak a, a, azt az értelmezését nézzük, ahogy én a nevelés szóra gondolok, akkor látok olyan ö, helyzeteket, amikor valóban valami ilyesmi történik. De nem muszáj ezt a szót használni. Lehet azt is mondani, hogy igazából beszélünk arról, hogy hogy mi az, ami nekünk kettőnknek a jó. És akkor ez már egy másfajta narratíva, mint amikor én megmondom, hogy mi legyen a jó nekünk, én megtanítom, hogy te hogy csináld ezt, és akkor meg ez jut eszembe a nevelésről. Nekem ez jut eszembe a nevelésről. Nyilván, amit te mondasz, az, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, mert hogy van valami, ami zavar, az, az szerintem egy természetes része amúgy a kapcsolatnak, de maga azt tudod, hogy izé, hogy valakit te ténylegesen úgymond neveljél, mm -hmm. mert hogy elfogadod úgy, ahogy van először, tudod, a beeltetés fázisban, és aztán meg tudod szépen lassan, tudod, mert azt se tetszik már, hogy sapka van rajtad, meg sem... én ezekre gondolok igazából itt a nevelés alatt. Meg az, hogy a jó viselkedjél, meg mit tudom én. Tehát az jut eszembe, hogy valakit igazából kasztrálsz, csak azért, hogy jobba, jobb színbe tűnjél fel te, mert rád mondjuk izén mit tudom én te, hogy mondjam, szégyent hoz rád a, barátnőid előtt, mert úgy viselkedik, vagy stb. Viszont akkor lehet, hogy nem az kell, hogy megnevelsz egy embert, aki amúgy lehet, hogy nem feltétlenül képes arra, hogy ezeket megtanulja magától, hanem keresel egy olyan párt magadnak, akivel egyenrangúak vagytok teljesen. Hát szerintem abból indul ki, hogy vele egykorú nőtársaihoz szól, akik ezt a fajta, nem tudom, Szókapcsolatot úgy értelmezik, mint ő. Tehát az, hogy például egy tipikus kapcsolatot néz, nem a sajátodat, hanem mondjuk amit mondjuk filmekbe, tévében lát, egy tipikus 50-es házas párról, akkor az, hogy a nő mindenbe beleszól, a vezetésbe, az, hogy felírja, hogy mit, le, mit, mit vásároljon a férfi hogy nem tudom, porszívozzon ki, hogy menjen ki, nyírja le a füvet. Az összes dologba szeret irányítani, magát szétstresszeli azon, hogy a férfi megcsinálja azokat a dolgokat, amik, amik szükségesek ahhoz, hogy na, rendben legyünk mi. Mm -hmm. és, és szerintem ő ebből indul ki, hogy a nőnek van egy ilyen, ilyen ez az anyának ráadásul egy olyan, olyan szerepe a családban, most itt nyilván kapcsolatról beszél, hogy ilyen, ilyen nem tudom, vezető, ilyen karmesterként lép föl, ami egyfajta... Jó, most én nem őt akarom kimagyarázni, csak, csak próbálom megérteni a narratívát, próbálok így oda szellemülni, ahol ő van. Uh -huh. Na, hát ugye hát nézzük tovább, és akkor hát, ha jobban Jó, megértjük, amit, hogy mit gondol -e erről. Én nem arról fogok nektek beszélni, hogy mi az, amit ne tegyetek, ne csináljatok, mert ha arról kezdenék el beszélni nektek, akkor itt ülhetnék egy hónapig, és folyamatosan csak erről beszélnék. Arról fogok nektek beszélni, hogy mit tegyetek, mit csináljatok, és hogy hogyan viselkedjetek. Jó? Most ugye Mondtam már, hogy én ugye a férfi agyba is át tudok kapcsolni, már a videó felvétel előtt át is kapcsoltam férfi agyba, hiszen másképp nem tudok neked. És akkor nem szóval akkor szevasztok lányok. <tos> Igen. <tos> nem, nem, szerintem ez is valami olyan gimik, ami tehát így nem is kell elhinni. Ez a selling point. Tudom, az igen. Ő, ő, ő ilyet fél, is tud. Persze, ez a, mint a Révisz Istennél a Izen Persze, igen. Az is a, a Signature movie-ja. A Solar Beam. a Solar Beam. A, beam a férfi agyam üzemel, akkor tudom ezeket igazán átadni nektek. Elkezdtek ismerkedni, nem dobod oda magad egyből, hagyod a férfi udvarolni. hagyod a férfit kibontakozni, megnyílni, nem nyomod őt el. Ugye leginkább kapcsolat elején, vagy akár később is, ne telepedj rá a férfira. Hagyd meg a szabadságát, a mozgás terét. Ne üldözd őt, ne nyomozgass meg ilyet. Ez egy vers amúgy, nem? Olyan, oly, úgy adja Szép ez próza. Egy vers lenne. Hát. Jaj, Ja, ja, ilyen. amúgy igen. Aranyos. az, hogy tök jó szinkrohang lenne Kovács Ilona. Nekem tetszik. Mit tudom én, eljátszom olyan valami erdei állatkát. Bárja, ilyen bölcs az, dolgokat mond. Ez amúgy most a férfi nevelésnek a tíz parancsolata amúgy. Hát ideig jókat mond. Ideig pozitív dolgokat mond. Nem tudom, hogy... Tehát, hogy... Bocs, tehát nyilván van az, aki nem ezt csinálja, hanem hogy nyomoz, meg tudom, üldöz, meg piócáskodik, meg, pió meg rászáll a nyakára, de... és akkor azok az emberek majd megnézik ezt a videót, és így, <haz> jaj, ezt nem! Jaj, ezt nem szabad! A <haz> fiamon <haz> <Téllei. Aszal. Jomoz, haz> <zöveg. haz> Én meg azt hittem, hogy ez a jó! Igen. Mert a másik, másik meg azt mondta, hogy nyomozgassak. Aj. Beszéltem arról, hogy hogyan kell felépíteni a bizalmat. Többször mondtam, de újra elmondom, hogy a szilárd kapcsolatok alapjaihoz én kilenc videót készítettem. Tudom, hogy nem könnyűek, azok a, tehát nem könnyűek azok a témák, amelyekről én beszélek ott, és amelyeket átadok nektek. Nagyon nehéz megtanulni például a tiszteletet alkalmazni, és fejleszteni. Legalább ennyire nehéz feladat az ego kezelése. Nehéz feladata a feltétel nélküli szeretet. És a bizalom elsajátítása is, és gyakorlása, alkalmazása is nehéz. De bazdeg, ez tényleg olyan, mint egy színdarab. Hát egyre jobban arra fókuszál az agyam, hogy ez valami nagyon rosszú felvett film. Igen. Hogy, egy az egybe, tehát ahogy, ahogy beszél, de tök szépen mondja meg minden. Ilyen szimpadias, kicsit olyan izi szomszédok vibe van uh -huh. amúgy. Ja, ja, ja. Csak nincs vége. <laughs> bármit, hogy nem az, hogy elmondja a két mondatot, és így off, hanem ja. ez, ez folytatódik. Na, itt bukik be a nő. Feltétel nélküli szeretet nem létezik. Te jó vég. Amúgy de létezik. Tehát például a gyerekeidet feltétel nélkül szeretet. Nyilván azok, akik még nem tapasztalták meg ezt a dolgot, vagy pszichopaták, azok nem tudják, hogy milyen dolog ez, de a gyerekeidet bármit csinálnak, feltétel nélkül szeretet, Bármilyen hülyeséget csinálnak, bármi rosszat csinálnak, adott esetben amúgy tudsz rájuk haragudni egyszerűen nem tudod őket mond, nem szeretni igazából. Csak max, hogyha nagyon defektes az agyad. Tehát van ilyen, hogy feltétel nélküli szeretet, amikor nekem is izé csinálnak valami rosszaságot a gyerekek, és mondjuk izé lecseszem őket, vagy elbeszélgetek velük, vagy mit tudom én, Hiába úgy érzem, hogy ezt el kellett mondanom, már konstant, vagy már egyből egyébként bűntudatom szokott lenni, hogy, hogy izé, hogy most mit tudom én, lehortam a gyerek, vagy rossz érzést keltettem a gyerekemben azzal, tudod, hogy elmondtam ezeket a dolgokat. Aztán ki tudja, hogy épp mi a randi helyszíne, hol fogtok épp találkozni, vagy épp hová mentek el? Lehet, hogy csak egy sarki kocsmába egy kávéra, vagy a Mekibe, vagy a Burger Kingbe, és bárhová is visz el az a kedves úr, Légy nagyon hálás és nagyon köszön meg! Mielőtt azt hinnétek, hogy a férfiak hülyék, hát nem egészen. Nagyon sok okos férfi van, rengeteg okos férfi van. Ok. És nagyon sok okos férfi bizony eteszteli a nőket. Tehát először a kocsmába fogja meghívni egy kávéra, vagy beviszi a Mekibe, vagy a Tesco étterembe, hiszen kíváncsian fogja várni a te reakciót. Hiszen a, az akkori re... Játszmázás, geci. Hmm. Ez the game. Híráz a hideg érted? hogy játszmázzunk, bazd meg. Érted? Na, izé, vagy úgy kezdek egy kapcsolatot, hogy elküldök neki baznak egy izét, Google sheets száz kérdéssel. Hát figyelj, az a helyzet, hogy szerintem aki már összejött valakivel valaha, és így belegondol, hogy az hogy történt, mindig lehet elemezni. Tehát, hogy, hogy mindig végig lehet menni az, hogy mit csináltál, jó, mit csináltál, szaros végül hogy sikerült, hogy jött össze. De, de egyébként nem tudom, hogy mennyi fog múlni azon, hogy taktikáztál, és hogy ez egy hosszú távú dolog lesz, hogyha taktikáztál. Én is egyébként sok, sokat emlékszem, hogy én elég sok kapcsolatom, alá, és sokszor voltam szingli, és, és, voltak olyan időszakok, amikor így sok mindent elolvastam, vagy megnéztem, de hogyha ebben nincs rutinod ezekben, amiket most ő mond, meg nem ilyen, tehát elképesztő magabiztosságban hozod ezeket a szerepeket, szerintem nem is működik. Azon túl vagy rossz tanás, azon túl még szerintem még talán szarul is jössz ki belőle, még jobban X. Mm. De biztos ezen segítenek az ilyen puakempek, meg az ehhez hasonlók, nem? jó ja, ott, ott, ott aztán megoldják a magabiztosságot. és Hát te kiválj! Hát igen. Hát, hogyha mondjuk elvisz egy normális más jellegű étterembe, vagy egy moziba, vagy bárhová. Lehet, hogy az az étel nem igazán... Legjobb első randi mozi. Legjobb. Nem tudtok beszélgetni, és ja, hogy nem is látjátok van. egymást. Legjobb. Igen, igen. Az a legjobb a mozizás. Ja. Nézlet, neked az a szerencsétlen férfi nem tehet róla. Akkor ne arról beszélj, hogy hú, milyen rossz volt ez a kaja, hú, milyen zsíros volt, ilyen volt, olyan volt, mert ezzel megbántod a férfit vagy egy moziba, lehet, hogy nem annyira tetszett az a film neked, de a párod, vagyis a jelenlegi kinézet párodnak nagyon bejön az a film, akkor ne arról beszélj, hogy milyen szar volt az a film, hanem arról, hogy igen, egész jó volt ez a film, hogy hazudjál magyarázatban. Igen, szóval. nehogy magadat adj. Így, így, így kell egy kapcsolatot egy hogy hazudjál, nehogy magadat adjál. Na hát ez tényleg jó tanácsok amúgy eddig ezek. Mondd azt neki, hogy igen, jó volt a szexi, ügyesen taktikáz. Nagyon ügyes voltál, igen. Mondjuk az elején az a tíz perc, amíg nem állt fel, de előfordul az, na, tudod. Igen, ez előrevetíti, hogy egy jó kapcsolatunk lesz majd. Igen. Folyton az jár a fejembe, hogy ezek ilyen nagyon basic tanácsok, nem? Igen. És hogy... De nem is jók. Nem, felintem. is jó. Azoknak is elég csapnivaló, elég sok. De az, hogy ő át tudja magát kapcsolni férfi agyra, na az, az nekem itt a, a, döbbenet, hogy ezeket mondja, mert nem fog tetszeni egy férfinak, hogyha azt a kaját, amit ő vesz, azt mondod rá, hogy ez szar volt, meg zsíros. De egyébként, ez, tehát hogyha ezt gondolod, és, és, és elmondod, és a férfi meg azt mondja, de hát ez nagyon finom volt, akkor ott mindennek vége lesz. Mert azt akarsz, mm. hogy a férfi veled összejöjjön, tehát nem mondd ezt, dicsérd. Igen. A szart. Ha már megbeszélték, hogy jó, akkor találkozunk, akkor megbeszélték, hogy hol, szerintem az a legjobb, nem? Mm. És akkor megbeszéltek, hogy milyen ennivalót szerettek, hogy legalább de, de van olyan, van olyan, aki mondok. tényleg van olyan, aki szerintem nem tudja. Aki rutinos róka, és akkor így nekem van egy bevált rutinomba, az mm -hmm. meg, itt a checklisten kihúzok mindent. Oké, okay, rendben, mit tudom én, Gucci parfüm css, css, kihúzva, akkor menjünk ide, ekkor ezt csináljuk, itt van a program, ezt fogjuk csinálni most, és akkor az valakinek biztos nagyon imponáló lehet, mert hogy ó, milyen szervezett férfi ő. Mm -hmm, mm -hmm. És akkor nyilván egy hónap múlva már ledől ez az egész, és otthon ül, veri ja. a faszát, meg eszi a chipset az kész. Ja, nyomatja, nyomatja a Fifát izébe, izompólóba, ja. hogy ilyen, ilyen pörkölt szaftos atlétába, Ennyi. aztán úgy mondja neki, hogy oda van -e mégis csört a te! Tehát hogyha elkezdesz arról beszélni, hogy hú, milyen szar volt ez a film, azzal is a férfi bántod meg. Igen. Vagy ha bárhol, bármikor eszébe jutsz a férfinak, és gondol rád, tegyétek össze a két kezeiteket, és bármilyen kis kacatot, kis ajándékot vesz neked, annak is örülj. Légy hálás, köszönöm meg. Hiszen egy okos nő... Mi az a Bármilyen kacatot vesz neked, örülj. Légy hálás. a, van ez a, ez a levágott ilyen nyulláb neked, nagyon Én. tetszik. Ez a rossz dolgot. Nyilván van egyfajta, kell valamilyen tiszteletet mutatni, tehát hogyha valaki mit hoz neked egy szalvétában egy fél pogácsát. Tessék. Tiéd. Most mondtad azt, hogy köszi gondoltál, de nem akarom megenni a fél pogácsát. De szerintem Tesszük. ennyi elég, nem? Igen. Nem kell örülni is neki, nem kell hálásnak lenni. Nem kell túltolni. Vagy tudod, hogy a teljesen ilyen állatíjasan hoz valami tetemet, mint ez egy macska szokott <laughs> ja, így szájában. <laughs> szájában, hogy... <gül> <gül> Jaj, de <ügyes> Jaj, vagy. <laughs> köszönöm! Jó férfi vagy! <laughs> ha például már mondjuk kapcsolatban vagytok. Amit még fontos így elmondanom, hogy nagyon-nagyon jó lenne a kapcsolat elején elkezdeni ezt a fajta férfi nevelést, kezelést, mert később már vagy nagyon Mondról nehéz lesz, lesz, vagy engem. már nem fog menni. Hmm. <coughs> nem adjuk fel a reményt, jó? Tehát már benne vagytok a kapcsolatba, akárhány ideje. Wow. Akkor nagyon kedvesen kérj segítséget. Nem parancskiadás, segítségkérés drágám, kedvesem, nyuszi, muszi, nem tudom, hogy szólítod a párod. Szépen kérlek, hosszú napom lesz, amíg hazajövök, megtennéd, hogy elmosogatsz, és leszeded a ruhákat a ruhatári Wow. Az alapfeltételezés, hogy egy férfi erre nem képes. Hát hogy lenne már képes elmosogatni, meg leszedni a ruhákat? Érted? A férfi megszületik, folyik a taknya, mint az állat, és akkor rá van utalva a nőre, meg különben magzat pózni. Segíts! Ölj meg! De látod, Bandi, most magadból indulsz ki, mert van, akitnek tényleg izé taknyanyára egybe van ilyen. Tudom, hogy van ilyen. Pontos be? vesző, meg ez hogy lehet, hogy egyébként az az érdekes, hogy pontos Hogy ő felismerte, hogy ezt a tudást át kell adni? Hogy tényleg valaki ez így kell szólni, vagy... vagy tehát, hogyha valamit kérsz, akkor nem utasítasz. Na, menjél már ki, egy gyorsan, most teszed Pedig a falun így szokták, nem? Hát ja. Amikor már így öre, öregek már így a, Öregek már az öregek, tudod? Akkor ez szokott lenni. Én is annyira imádom azt a stand upot amit le tudnak tolni mm. a nagy hitleim, az meg. Érted? Amikor izé... nagyon a nagyon elkezdi, na, Egyen már leves a leveste, agyú. Na, yeah. egyen már. Na, yeah. Állom, yeah. Ö, é, <laughs> és akkor várunk egy évet, mire elmondja az ő inzultációját. Na, jel, mert folytatja az izét a, a, a freestyle-t ezerre. Igen. Igen. Le, le, tudom, lehet, hogy ez, ezekből a mintákból indul ki, nem a modern, nem tudom, ilyen, ilyen számunkra elfogadott dolgokból. És pont ezért tűnik ennyire távolinak, amiket ő mond, hogy bazdmeg, ezt meg kéne valakinek mondani, vagy magyarázni, hogy ezt így csinálja? Mert ugye a férfi annyira esetlen, hogy, hogy ő tényleg, hogy segítségkérés, nem utasítás, igen, így tudod nevelni a kis hős hősemberedet. Hős Egy <laughs> kis az. csinálsz. Egy kis pucás tamagot csinál. A számukra ez így had, de szerintem ő, én merem remélni, hogy ezt ilyen pozitív szándékból teszi. Vagy hétvégén el kell mennem, anyukám beteg, segítenem kell neki, szépen kérlek, hétvégén nyírd már le a füvet a kert. Ugye? Ha tudtok ilyen kedvesek lenni, és elfogadóak, befogadóak, és minden tudtok értékelni, és mindenért hálásak tudtok lenni, ezzel a férfiakat motiváljátok, óriási motivációt, önbizalmat lehet ilyenkor beléjük önteni, és ők alig fogják várni, hogy, ö, hogy a, a, tehát neked valami jót tegyenek, tehát úgy keresik a kegyeidet, és hogy, hogy, jaj, de jó, hát ha valamit teszek a párom, akkor... Tehát tényleg mint hogy valami kutyákról el, amúgy kicsit olyan félingem van. Nagyjából nem. Kis kutyádnak. És akkor jön majd izékkel, tudod, a csillogó szemekkel csóválja a farkát, ami a lába között van. Nézd! Igen, de tényleg, tényleg milyen kapcsolat az, ahol így konkrétan ilyen aranyosan félve meg kell kérned a, a párodat, hogy valamit megtegyem, ami olyan basic dolgot, ami mindkettőtöknek az érdeke elmegyek hétvégén a beteg anyukámat ápolni, mert, mert tudod, már régóta halálos ágyán fekszik, megtennéd, hogy a, a szabadidődben, ami egész hétvégén lenyírnád a füvet, ami negyed óra, 20 perc. Yeah. Megtennéd drágám, szerelmem. Tehát, hogy uh, durva, durva látni, hogy van ilyen, és tudom, hogy nyilván van ilyen, meg sok hasonlóan. Hogy... Ja, nekem ez egy kicsit ilyen imeítő belegondolni. Hogy, hogy jön neki ez a standard? hogy ezt látja. Hát, hát fúri? Mert nem érzem benne, hogy olyan tudatosan mondaná ezt, hogy, hogy azeg, tehát hogy ne legyetek már hülyék, csajok. Tehát ne, ne gondoljátok azt, hogy, hogy nem várattok el semmit, hanem vagyok, hogy minden ti, ti csináltok meg, hanem persze, hogy beszéljetek ezekről, és hogy legyen, legyen megosztva sok feladat, és csináljátok együtt. Most ezt sem tudom, hogy kinek kell megtanítani, de biztos valakinek meg kell. Ezt, szóval, amit ő mond, az, hogy van egy elnyomott fél egy egyoldalú kapcsolatban, ahol a férfi az nem képes semmire, vagy nem hajlandó semmire, és ha szépen megkéred, úgy tudod motiválni. Ebbe, ebbe se hiszek amúgy feltétlenül. Hát amúgy, amúgy most én kezdem érezni azt, hogy itt most itt csenelelem itt az energiákat, és hogy most szerintem mindjárt át is váltok itt női agyra. Ja, yeah, jó, oké. Okay. Várjál, várjál. Ha, ha, ha. Jaj, megtörtént! Megyek! Megyek főzni meg szülni! Sziasztok! Jaj! Mit keresek én itt! Véleményt mondok az interneten! Vicceskedek az nem De, egy nőnek való! Nem bizony. Megyek! Sziasztok, megyek! Főzni meg szülök sokat! Hello! Szia! Ah! Szü nő Bandi! Bye! Oh. Hello! Ugye ez a kábeled ez. Oh. Nézzük tovább! Hova mész, Bandi! Örülni fog és mosolyogni fog és egyre, egyre jobban motiválódnak ezáltal, és, ma, és utána már olyan dolgokat is megtesznek, amit nem is kértél, hanem azt már csak úgy majd meglepinek fogják szánni. Aztán. Még a végén kiteregetnek, úgyhogy nem kérted meg a mindenit. Hát a nőben ugye ott az anyaság, imádunk anyáskodni, ügyülöm, ügyülöm. Ezt a férfiak is szeretik. De nem szabad túlzásba esni. Nem szabad egy férfit nagyon elkényeztetni, mert ettől lesznek kényelmesek és lusták. Tehát soha ne adj többet, mint amennyit kapsz. De ez vonatkozik a férfiakra is. Hiszen akkor felborul a harmónia. Hogy ugye például a nők, ugye, hát, ö, jaj, hát imádom a párom, és elkényeztetem, és anyáskodok, és minden, és, és ugye ö, a férfi, meg ugye. Tényleg milyen jó felvetés, hogy és ha a férfiak megnézik ezt a vidit, és rájönnek, hogy ez az egész egy kamu, akkor mi lesz? Úristen bazeg, hogyha rájönnek, hogy a Matrixban élnek, akkor mi, mi mit fog történni? Hm. Hm. most itt expozoljuk a sok, sok férfi felé. Ne! Kapcsoljátok ki! Ne! Nem neveltiteket a nő! Nem! A kényelmesedik, ellustul, nem kapsz cserébe szinte semmit vagy alig, olyankor te ki leszel bukva, ki leszel akadva, és, és minden, minden bajod lesz. Tehát ki lesz a hibás? Te, azaz a nő. Hölgyei, higgyétek el, hogy minden a mi kezünkben van. A nők Kezében, fejében és viselkedésében. Hiszen mindent tőlünk függ. Minden. Most te nem férfi vagy? Az is, hogy hogyan kezeled, neveled a férfit. Ez már nem, nem divatos felfogás. Ez ilyen régi dogma, hogy ilyen, hogy így gondolkoz, hogy így a férfi meg a nő, ezek az ilyen nemi szerepek, meg ilyesmi. Ez ez a hagyományos gondolkozás, én úgy érzem. Mm -hmm. És ő, ő ezt, ezt tudja csak. Tehát azt nem tudja elképzelni, hogy van egy párkapcsolat, ahol a, a férfi mosogat, és a nő az, aki elmegy, és, nem tudom, beköti a, a, az áramot, meg a biztosítékot. Tehát, hogy, hogy ezek így felcserélődnek. Tudod, hogy, ne, hát az, az nem az nem ilyen. A nő nyírja a füvet, a férfi meg izé, a, a. Főz, vagy valami. Meg a, a kistálynak a haját meg mossa. Hú. Ja. Hát ez nagyon durván hangzik. Szóval V.R. Pisti megadta a pénisz paramétereiteket, ezért nem, nem nevezzétek át a bűsort heti lankatra. Kedvesen... Szerintem heti picire Olyan... kéne átnevezni. Heti apró. <laughs> heti apró. Heti rövid. <laughs> heti minis. <laughs> heti mikró. Hát... <laughs> Mindig kedvesen és nőiesen kérde meg a párod, hogy Légy szíves, tisztába tennéd a, mit tudom én, Danikát, Juliskát, amíg én gyorsan lezuhanzom. A férfiak ilyenkor örömmel fogják. Te erre mi a faszomért kell megkérni a férfit, hogy tegye te tisztába? beszart a gyerek, akkor te tisztába, bazd meg. Most várod hát. azt, hogy. De bekakált! De ő le, akar de épp, mi? Ő le akar épp zuhanyozni, miközben. De kakált ő. Érted? Lehet, hogy most zuhanyozni Ugyanúgy akar. a te gyereked is, bazd meg, hát csináld meg. Figyelj, nem haragszol, hogy én elmegyek a barátnőmmel vásárolni egy pár órát, addig tegyél rendet, főzzél, gyerekeket tett tisztában. Igen, a gyerekekre Igen, ezt így, ugye nem gond, drágám. ezzel motiválod őt. De már nem, nem voltál elég női és meg csábos, akkor így kell közben is csinálni. Csücsörít nekem, drágám. És akkor, és akkor ezzel motiválod őt. És, 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 és teljesen te validálod ezekkel a dolgokkal, azt, hogy ő még később bónusz szöprájzokat is neked. Tehát ha hazajössz, és még az ablakok is le vannak mosva, meg minden, mert a férfi annyira bemotiválódott. Ja. sajnos tényleg vannak olyan nők, akik kellemetlenül nevelik a férfit. Egyik haverom tökéletes felnőtt srác, de a barátnője úgy kezeli, mint egy ovis Rászól, hogy egyenes, egyen reggelit felöltözteti, és stb. Figyelj, a, de az nem nevelés, azt tudod, hogy, hogy, hívják, ez egy pszichopatának hívják, amúgy, aki ezt csinálja, és a, és a, a srác az meg gondolom, ami ennyire egy ilyen szubmisszív karakter, hogy amúgy ezt meg, meg is engedi, hogy ez megtörténjen. Igen, mellett. tehát hogyha, hogyha hagyod, hogy uraljanak, és soha nem jössz ki a szerepből, mindig ez az ilyen alárendelt vagy, valószínűleg élvezed valahol, sajnos, vagy nem tudom. Elfogadod, és az a, úgymond azt mutatod mások számára, hogy szíved meg lehet csinálni. Nem kell olyan, ugyan nem könnyű, még egyszer mondom, tudom, hogy nem könnyű, de nem kell olyan óriási nagy dolgokat tenni, csupán figyelni kell, kedvesen, szépen, kérjetek és nőjesen viselkedjetek. És így tudjátok nevelgetni, kezelgetni a férfiakat. A jó, most úgy is mondhatjuk, hogy beidomítani őket, jó? Ő, amit szeretne mondani, az, az szerintem már az ő generációjának is avittas gondolkozás lenne. Én, én, a, én a jó szándékot abszolút látom ebben. Hogy ő valahogy segíteni akarna, viszont annyira basic, egyszerű dolgokat magyaráz el, ami, ö, ami, hogyha valaki számára nem nyilvánvaló, akkor tényleg, tényleg súlyos problémák lehetnek ott. És az, hogy ezeket a videókat, amiket egyébként szerintem 300-an néznek meg kb. Ö, valaki látja, nem tudom, mit tud kommentelni, maga, hogy igen, igazad van. Ennyi. Jó, így kell a férfiadat nevelni. Igen, férfiadat. Igazad van. Végre hmm. valaki kimondta. Igen. Jó szándék. Á, várjál, amúgy itt van a leírásában, hogy a tartalmak felhasználása engedélyköteles, képzeld el. Sziasztok, mindenkit üdvözlök, és külön köszönet, ha ezt a olvassátok. Közel vagy az Micsoda, közel vagyok az 5. X-hez, tapasztalataim, kutatásaim és spirituális tudásaim, segítségeim szeretném nektek átadni. A csatornám neve is ezt tükrözi. Igaz, micsoda? Micsoda? micsoda, változtattam a nevét, régi név, párkapcsolatokról másképp, csak útközben rájöttem, hogy sokkal többet szeretnék nektek átadni, mint csak... Pár kapcsolat, nem csak párkapcsolatot. Beszélek sokat a szexről, mindenféle kapcsolatról, negatív mintákról, mindennapi problémákról, spirituális tudásomról. Miért? Mert ezekhez értek, ez a kedvenc, ezek a kedvenc témáim. Mindenki arról szeret beszélni és információkat átadni, amit szeret, és amiben jó. Egyedi vagyok, mert olyan témákat szedek elő és tárom fel őket, amikről nem igazán beszélnek. Rengeteg téfiteket, hazugságokat leplezek le, mert kegyetlen őszinte vagyok. A tartalmak felhasználása engedélyköteles. Hát ez nem így működik. Van egy olyan 21 részes lejátszási listája, hogy egy ex örömlány érdekes és bizarr történetei. 21 mm. része. Nem tudom, hogy gondolom a saját történetei, gondolom volt ilyen helyzetben. Aha. Mindenki más, más, és más mindenki másképpen élné meg szerintem a saját kapcsolatod, meg az, hogy hogyan létesít kapcsolatot emberekkel. Szerintem nincsenek izék, nincsenek. Tehát hogy maga a csatornának a neve az, hogy igazságok, érted? Mm. Milyen igazság? Nyilván a saját buborékjában ez az igazság egyébként, de ha már tovább menjünk egy kicsit, akkor már más igazságokat vallunk. Ú, uh, az a e-mail cím, hogy keménycsaj74, kukaszgmail.com. <laughs> Tehát lehet, hogy ez a videó még klémelve lesz, de hát ezt nem tudjuk még. Hát jó van, hogyha nektek is tetszett, akkor Léci, jelezzétek ezt egy kedvelés, illetve egy feliratkozással, tegyétek ezt meg. Öh, hát minden héten van egy ilyen. Mostában elég aktívak vagyunk amúgy mindenhol, kövessétek be a játékkalandort is, ahol uh -huh. tök jó kis tartalmak vannak, most a legutóbbi videónk viszonylag nagyot ment így a csatorna méretéhez képes szerintem, és tök jó is lett, szerintem tök sokan élvezték, meg remélem ti is, hogyha megnéztétek, akkor élveztétek ezt a dolgot. Hát ja, közös szépen emberek, hogy itt voltatok ti most, és hát találkozunk valamikor, mert tök sokat csinálunk amúgy mostanában minden tartalmat. Így van. Ezek a Videók egyébként élőben mennek a YouTube-on, nagyjából kedd délelőtt minden héten. <kül> ha van keretek, akkor csatlakozzatok itt élőben. Egyébként megköszönjük szépen a csatornatagoknak, akik megnézhetik a teljes adást is, hogy még mindig támogatnak minket. Játok magatokra, vétek a cseveket, találkozunk legközelebb. Elú! Sziasztok!